egy új bejáratot is kialakítottak a Józsa András Oktató Kórház új parkolóházához. Ennek megépítése megoldhatja a parkolási problémákat az intézménynél. Az 5050 négyzetméter alapterületű, kétszintes épületben 361 darab parkolóhely van, így már több mint 500 autó fér el az intézmény udvarán. A parkolóházban 200 darab, az udvaron pedig 65 darab dolgozói bérletet adtak ki, így a normál parkolóhelyek száma összesen 261 darab, ezeket használhatják a kórházba érkező betegek és látogatóik. A parkolóház átadásával új parkolási szabályzat lép érvénybe szeptember 1-től, ennek megfelelően pedig a díjtétel is két részre oszlik. Ezek alapján például 4 óra parkolás a parkolóházban 1600 forint, amíg a kórház belső udvarán 4000 forint lesz. Az elmúlt évtizedek legnagyobb egészségügyi beruházása zajlott a Józsa András Oktató Kórházban. Ennek köszönhetően egy teljes arculatváltás történt a nyíregyházi egészségügyi intézményben, közel 17 milliárd forintból. 3 tömb, onkológiai tömb, belgyógyászati, gyermekgyógyászati tömb, hozzákapcsolódva egy helikopterleszállóval, hozzákapcsolódva a sürgősségi betegellátó centrummal, illetve ehhez szorosan kapcsolódva itt ez az utolsó eleme ennek a tömbkórház beruházásnak a parkolóház. Ugye 27 ezer négyzetméter épült, ez csak a gyógyító terület. Itt, ahol most állunk, ez 5000 négyzetméter a parkolóház, úgyhogy ez a közel 17 milliárdos összegű beruházás valósult meg. Intézményünknek azt gondolom, hogy nagyon komoly, hogy mondjam, kórház történeti pillanatban vagyunk, hisz a teljes arculata megváltozott és meg fog változni a Józsa András kórháznak. A fejlesztések azért is fontosak, mert az ország egyik legnagyobb egészségügyi komplexuma a nyíregyházi. Éves szinten a fekvőbeteg ellátásban közel 80 ezer, a járóbeteg ellátásban pedig több mint 2 millió beteg fordul meg. Az elmúlt években kiemelten támogatta a kormány a vidéki kórházak korszerűsítéseit. 450 milliárdot költött a kormány a vidéki kórházak fejlesztésére. Nyilvánvalóan ez egy 30-40 éves elmaradás ezeknek a kórházaknak a fejlesztése. Ez nem átlát, tudjuk, itt van ez a manuális tömb, aminek kimaradt még a fejlesztésből. Nekünk az a célunk, hogy azok az összes kórház, amiknek a megújulása gyakorlatilag befejeződött ebbe a program keretében, de azért kimaradtak részek, hogy ennek a fejlesztés elkövetkező időszakban ezek megvalósuljanak. A kórház további beruházásokat is tervez. Szeretnének többek között egy új nővérszállót építeni, felújítani az STK épületét és fejleszteni az egynapos sebészetüket is a közeljövőben.